Ezrek és ezrek lélegezhetnek fel, ön megérkezett végre a várva várt, évek óta várt DRZ utód, a DRZ 400S és E Enduro változata már 6-8-9 éve fut az utakon, illetve a terepen, és nem volt frissítés évek óta. A Suzuki kereskedők reménykedtek abban, hogy minden év szeptemberében majd csak bemutatják az újat, Hát kérem szépen, itt van, ami nem is annyira a DRZ-ből lépett tovább új Enduróvá, hanem az RMZ 450-esből. Hát mi kell egy Enduróra, hogy Enduró legyen? A cross motorból, ugye, mert az RMZ 450 az a cross motorja a Suzukinak. Egy első lámpa, egy hátsó lámpa, egy bazinagy stander, egy berugókar, egy önindító, ugye az fontos azoknak, akik lustábbak egy kicsit. Sokkal keményebb és sportosabb ez a Verda, mivel ugye cross motorból származik, mint a régi DRZ. Egy kicsit talán alul méretezték a tankot ezzel a 6 literrel, úgyhogy ha valaki át akarja szelni az erdőséget, bár mondjuk az igazi kemény endurósoknak, de a közepesen keményeknek se okoz gondot, ha fel kell oda tenni egy kis tartalék benzint, és lehet, hogy el se indultatok eddig se 5 liter tartalék benzin nélkül. A motor különlegessége, hogy endurósították a blokkot, ami annyit jelent, hogy hosszabbak a sebességfokozatok, mint a cross motorban, illetve az alsó-középső nyomaték tartományt próbálták azért erőteljesebbé tenni, az mindig kell egy endurósnak, hogyha megy fölfelé a terepen. Ilyen kis apró érdekességei is vannak egyébként a gépnek, hogy nem kell szerszám, a légszűrőhöz hozzáférünk egy gyors csatlakozóval. És miért jó mindig egy enduro tulajdonosának lenni? Mert hát azért a nyáron itt dögmelegben tényleg csak a nagyon kemény endurósok mennek, viszont városban is lehet használni, hogy? Hát hogy? Egy szupermoto kerék szettel, semmi más nem kell rá, mint egy más első fékszett, meg két kerék, és készen, és azonnal két motorunk van. Hogy mi lesz az ára, azt most így fejből nem tudom. Ja igen, még egy dolog, műszerfal. Van egy standard és egy sportüzemmód. Standardban mutatja azokat az átlagos dolgokat, kilométer, sebesség, kilométer számláló ilyenek, amik általában kellenek. Sportüzemmódban pedig mér köridőt, hogyha akarjuk, számolja a megtett kilométert, illetve ugye más oldalfalú gumival használják az endurósok a motorjaikat, kinek mi a kedvence, vagy milyen terep közelében lakik, és azért be tudjuk állítani még a műszerfalon azt, hogy ne csaljon a sebesség, illetve kilométer mutatónk, hogy milyen oldalfalú gumit használunk, és akkor nem lesz más a kerék átmérő, ezáltal pontosabb lesz a kilométer óra. Tehát örülhettek DRZ-sek, megjött az új, a nevét meg kell jegyezni, RMX 450Z.